Üdvözlöm Önöket, ez a Szabad Európa jelenti, a Szabad Európa heti videó összefoglalója. Megmutatjuk Önöknek nemzetközi hálózatunk és saját szerkesztőségünk legfontosabb képes beszámolóit. A donyecki frontvonal mögött meghúzódó egykori ipari város Avgyijivka romokban hever. Miközben az orosz ostrom folytatódik, az itt maradó helyiek nem akarnak elmenni, hiába van veszélyben az életük. Az ukrán hadsereg szerint egységeik tartják állásaikat Bakhmuttól délnyugatra. Авдіївка, попереду фронт, небезпечне місце. Саме місто дуже постраждало. Як стверджують військові, вони тримають лінію оборони. Давайте там діє, де усе задумано. На мою думку, авіацію використовують для того, щоб просто зруйнувати місто, щоб просто стерти його з лиця землі. Вони працюють фабами, це фронтові авіабомби, які просто нищать, руйнують будівлі, заводи і людей, на жаль. Це військово цілесообразно використовувати фаби? Мені здається, що в них взагалі немає розуму, тому що вони таке використовують. Це взагалі безглуздо, що вони роблять. Ви самі можете чути, що зараз відбувається. І навіщо це робити, я до сих пір не можу зрозуміти. Вон так зараз в Авдіївці це буде. Скоріше за все Градів. Летить кудись на позиції Збройних сил України. Місто поруйноване, вщент. Попри це, тут залишаються жити місцеві жителі. Цікаво, що хтось залишається у своїй поруйнованій квартирі, хтось живе просто в підвалі, але усіх одне – страх. Тут справді все настільки страшно виглядає. Щоденно місто вибухає від авіабомб, знищуєте градів, артилерії. Авдіївка дуже побита. Це дуже страшно. Стріляють всі. Ті, туди-сюди, обратно летить, кожен день. Як ви виживаєте в таких умовах? Ну, треба жити як-то. Треба жити. Страшно? Та ми вже привикли. Страшно, коли людей вбивають, бачиш. Найбільша складність – це, мабуть, та, що у ворога безлімна БК. І тому нашим хлопцям досить таки важко планувати якісь операції, планувати якісь заходи. Якби, звичайно, були сили рівні, тому і хід війни змінився би досить таки швидко. Budapesten állt újra színpadra a kijevi balerina. A háború miatt elmenekülni kényszerülő kijevi táncos Ganna Muromceva a budapesti operaházban tündököl újra a Hattyúk tava főszerepében. A 29 éves nő az ukrán nemzeti opera prima balerinája volt, amikor a háború átírta minden tervét. Utoljára 2022. február 22-én, két nappal a háború kitörése előtt lépett fel Kijevben. Egy évvel ezelőtt több ezer menekülttel együtt egy zsúfolt vonaton hagyta el az ukrán fővárost, azon tűnődve, hogy vajon újra színpadra állhat-e valaha. Egy szál táskával hagyta ott szülővárosát, még balett cipőjét sem tudta magával hozni.
Amikor eljöttem Kijevből, nem számoltam azzal, hogy egyszer még táncolni fogok. Búcsút mondtam a karrieremnek, mondta a Reuters tudósítójának. A balerina több mint 5 éven át táncolta a legjobb balerinák számára is erőpróbának számító kettős főszerepet a Hatjuk Tavában, hazai társulatával Ukrajnában, Kínában és Japánban. Tavaly aztán jelentkezett egy meghallgatásra a Magyar Állami Operaházba, amelynek szólistái és nemzetközi balettkara között ukrán, orosz és fehér orosz táncosok is vannak. Itt is megkapta a főszerepet. A táncos azt mondja, ez valóságos álom volt a számára azután, hogy egy évig csak az volt a cél, hogy túlélje az egyik napot a másik után. Újabb szikra szíthatja a hatóságok elleni haragot Iránban. A rendőrség elfojtotta az országos tüntetéseket, amelyek akkor törtek ki, amikor egy fiatal nő életét vesztette a szabálytalan fejkendőviselés miatti őrizetbevételét követően. Nemrég mintegy 5000 iskolás lány megbetegedéséről érkeztek hírek. Elterjedt, hogy megmérgezhették a diákokat, de erre nincs bizonyíték, ezért független vizsgálatot követelnek az ügyben. Solve the problem. What's needed is impartial and transparent investigation, and we have very good reasons to be skeptical about such investigations being conducted. Are still there, and the root causes remain. And until the situation is addressed in a meaningful way, there's always potential for protest igniting. چون این یک جنایت کوچکی نیست. این جنایتی است هم در حق معصوم ترین عناصر یک جامعه یعنی کودکان و هم موجب رعب، موجب ناامنی روانی جامعه، نگرانی خانواده ها موجب این هاست. اینا چیزای کوچکی نیست. اینا رو بایستی با جدیت دنبال بکنن. حال شدن دانش آموزان همچنان متفاوت و متناقض است. حتی ایشون هم به محل حادثه هم سری خیلی شدید بدن اصلا اجازه نمیده راه بریم. سوزش معده داشتم. چشم سیاه شده بود. خواهش کردن اومدن تک تک مریضا رو ویزیت کردن. گفتن از نظر سیستم عصبی It's important to note that they arrested a reporter in Qom who was following up on these stories and announced that they're bringing charges against 3 news outlets. Amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát 2022. februárjában, Magyarországon éppen felpörgött a választási kampány. Ezt hamarosan a háborúhoz kapcsolódó üzenetek kezdték dominálni. A kormány által közvetített narratívák azóta is a háborúra épülnek. Szakértőket kérdeztünk arról, hogy miért. Maga a háború ténye hajtja föl az energiárakat. Ez egy háborús infláció. Ez egy szankciós infláció. Megjelent a háborús infláció. Magyarország küzd a háborús infláció ellen. Orbán Viktor. Háborús infláció. Szankciók.
A magyar kormány YouTube videói és óriás plakátjai alapján ezek okozzák a gazdasági nehézségeket, illetve Brüsszel, azaz az Európai Unió elhibázott politikája. De vajon tényleg az ukrajnai háború az oka annak, hogy Magyarországon a legmagasabb az infláció az EU-ban? Nagyon sokan és nagyon sokszor próbálták meg szétszálazni, hogy miből is, mi az, honnan ered ez a nagyon magas 25% fölötti infláció Magyarországban. És az a helyzet, hogy való igaz, hogy a háború, illetve az azt követő különböző lépések, akár a szankciók, akár a reakciók a vállalatok részéről, ezek hozzájárultak az infláció felemelkedéséhez. De alapvetően érdemes mondjuk egy pár lépést hátrébb tenni, mert akkor látjuk igazán, hogy az egész inflációs probléma ez már jóval a háború előtt elkezdődött. A 2020-ban kitört koronavírus járvány során hozott gazdasági intézkedések kereslet növekedést okoztak, ez már akkor elkezdte felfelé tolni az inflációt, mondja az ING vezető elemzője. 2021-ben jött a következő sokkhatás. Ez már nem külső tényező, hanem belső sokkhatás volt, elkezdődött a kampány. A költségvetési politika megint támogatóvá vált, és ez megint csak több pénzt adott az embereknél. A gond az, hogy ez megint keresletet növelt, de közben a kínálat oldali gondok jelen voltak. Így jutottunk el oda, hogy lényegében még a háború nem tört ki, de már olyan 8% körüli inflációról beszélhetünk Magyarországon. A hatósági áras üzemanyagot és az élelmiszer árstoppokat is ekkor, a háború előtt vezették be. Virovácz Péter szerint ezek önmagukban is kétszámjegyű inflációhoz vezethettek volna. Mind ezekre jött rá még a háború hatása, és kétségtelen, hogy az ezt követő energiasok, energiaársok, az ezt követő élelmiszerársok, ugye elsősorban Ukrajna a gabona exportőr, itt is komoly problémákat okozott, szóval ez még, ha úgy tetszik, hab volt csak a tortán, hozzájárult az inflációs nyomáshoz, de nem kizárólag ez az oka annak, hogy ilyen magas lett Magyarországon az infláció. A szankciók tönkre tesznek minket. Ez a példa szerintem nagyon jól mutatja azt, hogy az az információs gépezet, amivel a kormány rendelkezik, az lehetővé teszi azt, hogy a kormány teljesen más cselekedjen, mint amit kommunikál, anélkül, hogy ennek lenne bármi politikai ára, hiszen a saját szavazói körében azt teszi alapigazsággá gyakorlatilag, amit szeretne. A Political Capital több olyan kutatást végzett, amelyek azt mérték, hogy mennyire fogékonyak a szavazók általában, és az egyes pártok szavazói azokra az üzenetekre, amelyeket a kormány hangsúlyoz. És azt találtuk például, hogy a fideszes szavazók több mint fele azt gondolja, hogy Magyarország soha nem szavazott a szankciókra. Mikor ezt tudjuk, hogy 10 szankciós csomagot megszavazott már a magyar kormány is. A nemzeti konzultációs plakátok szerint a magyarok 97%-a nemet mondott a szankciókra. Az általunk megkérdezett járókelők között jobban megoszlottak a vélemények. Eléggé félrevezető a plakát, tehát azt hangoztatja, hogy 97% elutasítja a szankciókat, miközben a konzultációt kitöltötték 2 millióan, vagy még annyian sem. A lehető 97% azt mondja, csak az a baj, hogy mi kérdezünk valakit, akkor senki nem ezt mondja. Na, de ez csak egy fölösleges pénzkidobás volt ezekre a plakátokra. Ez az egész egy hazugság. Az a véleményem erről a nemzeti konzultációról igenis fontos, mert meg kell kérdezni az embereket. És az, hogy most annak az 1.300.000-nek a 97% az 97%. Nem azt mondták, hogy a 10 milliónak. Megszavaztuk, de akkor is a kormány, akkor is kiáll a saját igaza mellett. És én ennek nagyon örülök, mert következetes. Kiknek szól a plakát? Nekünk. Akkor is nekünk szól, mert ezt látni kell. Akkor is látni kell, és hogy tudassák az emberek, hogy nem véletlenül szavaznak. Krekó Péter szerint a politikatudományban ma már közhelynek számít, hogy a permanens kampányok időszakát éljük, tehát azon nem kell meglepődni, hogy a kormány óriás plakátjai a választások után sem tűntek el. Sőt, a kormány újabb és újabb kampányokba kezd ciklus közben. Az viszont meglepő az elemző szerint, hogy a belpolitikai céloknak a külpolitikát is teljesen alárendeli a magyar kormány. Most nincsen közvetlen közelben semmilyen választás, most megtehetné azt, hogy a belpolitikai szempontokat egy kicsit háttérbe helyezi, és inkább a külpolitikai szempontokra fókuszál, egész egyszerűen azért, mert húsba vágó problémát jelent már a kormánynak az, hogy mennyire elszigetelődött, például amikor az uniós pénzekről tárgyal. Ezt egyáltalán nem látjuk. Alapvetően a kormánynak most a fő célja az, hogy a
nagyon kedvezőtlen gazdasági helyzetet, ami egy elhúzódó rossz közérzetet eredményezhet a társadalomban, ezt egy az egyben áthárítsa Brüsszelre. A brüsszeli vezetők azt ígérték Brüsszelben. Brüsszel! A szakértők szerint a közvéleménykutatási adatok azt mutatják, hogy ezek a kampányok sikeresek. A kormány a rekordmagas infláció vagy euróárfolyam ellenére nem veszít a népszerűségéből, az Európai Unió támogatottsága viszont nagyot zuhant Magyarországon. Ez volt a Szabad Európa heti videó összefoglalója, a Szabad Európa jelenti. További tartalmainkért iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket az Instagramon és a Facebookon. Köszönöm figyelmüket!